A mártonnapi hagyományokkal és Szent Mártonnal ismerkedtek meg a Pöttömke óvicsai két napon keresztül. Az óvónők a püspök életéből a jóságot és a felebaráti szeretetet emelték ki a gyerekeknek. Hétfőn az Egerszaloki Tekergő Együttes táncházával kezdődött a Pöttömke óvoda mártonnapi programsorozata, majd kedden a Szilva csoportosok mutatták be műsorukat. Ilyenkor már előtte egy készülődés előzi meg ezt a napot. Előző héten készítettünk mártonnapi lámpást, és kislibákat is ragasztgattunk. Ilyenkor a gyerekekkel meg szoktuk beszélni Szent Márton történetét, ilyenkor megismerkednek vele, hogy ki volt ő, mit csinált, miről lett ő híres végül is, és ez a nagyon jó alkalmat ad arra, hogy a gyerekeknek fejlesztjük az erkölcsi érzékét, mert ilyenkor megismerkednek azzal, hogy Márton mennyire jó szívű volt, és mennyire segítette az embereket, és ilyenkor szoktunk beszélgetni arról, hogy a gyerekek is mit szoktak segíteni otthon az anyukájuknak, vagy esetleg itt az óvodában, és ilyenkor a gyerekek egy kicsit ráéreznek arra, hogy ez mennyire fontos itt nálunk, és a mai napon pedig a Szilva csoportosok készültek egy rövid kis műsorra, amelyben libás játékok, dalok voltak benne, a gyerekek nagyon élvezték a felkészülést, és már minden nap várták, hogy mikor próbálunk, úgyhogy ma már nagyon boldogak voltak, hogy végre előadhatjuk a műsorunkat.